Darabos Lehel a Tóterpát Gimnázium matek fizika szakára készül, a sikeres felvételéhez idei eredményei segítik. Valószínűleg ötös bizonyítványom lesz, és ez ugye a továbbtanuláshoz is nagyon jó, hiszen a pontokat sok pontot ér. A matematika nem könnyű, de lehelnek egyszerű. Szolnokon versenyeztem, a Szegő Gábor matematika versenyen, itt ötödik helyezést értem el, illetve tegnap írtam meg a Dugonics András matematika verseny második fordulóját. A matek az hogy jött? Kinek az indítatására? Öm, hát ötödikbe kezdtem el megszeretni a matekot, amikor Badi Károlyné lett a matek akkor kezdtem el megszeretni a matematikát. Mi a szépsége a matematikának? Én szeretem a, jobban a szöveges feladatokat, ahol gondolkozni kell és problémákat megoldani. Nem ez a karikázós tesztes vagy, aki most válaszuk ki háromból a jó választ? Igen, ezek annyira nem, ezeket nem szeretem annyira. És akkor a fizika, azt gondolom adódott a matekból. Igen, a fizikát is nagyon szeretem, de ebből nyolcadikban nem versenyeztem. Újabb sport sikere is vannak a fiatal tehetségnek. Nyolcadikban az iskolai futszálcsapat tagja voltam, ahol az első két fordulót megnyertük, és bejutottunk a megyei döntőre, amit Jászbeinve rendeztek meg, de itt sajnos nem jutottunk tovább. Tehát, ahogy mondani szokták, a részvétel a fontos. A sport egyébként mit jelent az életedben? Hát nekem a sport az kikapcsolódás is, és a barátaimmal is nagyon sokat szoktunk focizni. Egy átlagos napon délután átnézi a leckét, és úgy fekszik le, hogy minden kész van másnapra. Mindig másnapra tanulok előző este, reggel nem szoktam hagyni tanulást, néha reggel pakolok be az iskolatáskába. És mondjuk, hogyha az első órád az dolgozattal indul, akkor mennyivel pöröksz gyorsabban reggel, vagy, vagy, még éppen amiatt, hogy oda koncentrálsz, ugyanúgy mennek a napjaid? Hát hát néha dolgozat előtt ilyenkor szoktam menni egy kis csokit, hogy jobban tudja gondolkodni. Az elmúlt nyolc év alatt utólag bevalva előfordult, hogy nem sokat tanult, csak odafigyelt órán a jó jegyért. Hát szoktak ilyenek lenni, de azért mindig szoktam tanulni, hogy ne éljen meglepetés. A Debreceni középiskolától kicsit tart. Nehéz lesz, az, az biztos, és szeretnék ott is jól teljesíteni, és, egy, és az egyetemre egy olyan szakra bejutni, amit szeretnék. Itt mondjuk most az önállóságodra gondoltam, tehát el fogsz menni Karcagról, várod már, hogy készülsz erre, vagy, vagy jó lesz, vagy hiányozni fognak a Karcagi barátok? Hát ugye kollégiumba fogok járni, de hétvégéken hazajövök, és itt az itteni barátaimmal akkor tudok találkozni. Persze, gondolom a család is fog nagyon hiányozni, de szerintem egy-két egy hónap után lesz meg tudom majd szokni. A maketezésre a legnagyobb hobbira azonban nincs idő a tanulás és a sport mellett. A makettjeim megvannak, kint vannak a szobámba, de mostanában már nem szoktam építeni. Ezen kívül még szoktam gitározni, zeneiskolába is járok, és próbálok fejlődni, mindenféle darabot szeretek gyakorolni, és hát szeretem is. Lehel számára fontos a család, hugával is törődik. Sarolta a hugom két éve a fiatalabb nálam, úgyhogy néha szoktam neki segíteni a tanulásba, illetve hogy egy-két kérdésbe, vagy dolgozatra felkészülésbe. Szigorú vagy vele? Hát időnként talán túl szigorú is, de próbálok ezen javítani. Az elmúlt nyolc évben sokat kapott a Györfitől a tanároktól nagyon sok pluszt kaptam versenyek tekintetében, illetve tanácsokkal is továbbtanulással kapcsolatban, és nagyon sok tudást kaptam. De én, ahogy így téged végigkísértek az elmúlt évek alatt, sokkal bátrabb, rutinosabb lettél, határozottabb lettél, legalábbis így kívülállóként, úgy látom. Igen, ez is sokat segített ugye a szereplések, egy versenyem, vagy egy fellépésen nagyon sok tapasztalatot és önbizalmat ad az embernek.